dark when the lights gon' glow. Yeah, I won't let go. So I lift up. Péntek reggel hazaérkeztek a pekingi hősök, azaz a téli olimpián összesen 3 érmet, 1 aranyat és 2 bronzot szerző rövidpályás gyorskorcsolya válogatott tagjai. A reptéri fogadtatás után a csapat a gyakorló jégcsarnok felé vette az irányt, ahol rengeteg szurkoló várta a győztes korisokat. Az ünnepség után az óriási média érdeklődés mellett megtartott sajtótájékoztatón az 500 méteren olimpiai bajnoki címet, ezzel a magyar sport és az FTC első egyéni téli aranyérmét nyerő, illetve 1000 méteren és a vegyes váltóval bronzérmes Liu Shaoang, illetve a szintén a mix csapattal dobogós Liu Shaolin Sándor is mesélt pekingi élményeiről. Nem tudom elmondani, hogy azt az érzést, amin átmentem, ugye, és nem tudom, hát borzasztóan hosszú volt ez az út Pekingig, hiszen mindenki tudja, hogy mi történt előtte. Úgyhogy egy nagy kő esett le a szívemről, és nagyon boldog voltam, és örültem, hogy ez megtörtént. Ugye egy óriási nagy stáb áll körülöttünk és mögöttünk, és nagyon sokan dolgoznak velünk, és amikor Ádónak pozitív lett a tesztje, akkor biztos voltam benne, hogy nagyon sok üzenetet kap. Minden oldalról kaptam én is a javaslatokat, hogy miket mondjak neki, meg hogy miket írjak neki. Megpróbáltam neki nem zavarni, de meg tudatni azt vele, hogy itt vagyok mellette, és hogyha bármilyen szüksége van, akkor segítek neki. Innen be tudok állni. Gyere. Nagyon büszke vagyok, és a sportolóknak nagyon nagy hála, mind a nyári olimpián részvett sportolóknak, mind a téli olimpián részvett sportolóknak. Nagyon nagy büszkeség a Ferencváros számára, hogy a nyári olimpián is mi szereztük a legtöbb kvótát, hogy így szokták mondani, és a téli olimpián is a legtöbb versenyzőt mi delegáltuk, mi küldhettük, és nekünk itt a klubban, a vezetőknek és minden munkatársamnak az a feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, hogy a következő nyári és téli olimpián is a Ferencváros a lehető legjobban tudjon szerepelni. Dénes vagyok, és ezennel én is csatlakozom a Telekom mobiltelefon programjához. Ha otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van. Akkor a mobiltelefonhu megtaláljátok a további részleteket. Szerezzetek örömet másoknak. Én már mobiltelefon vagyok. És te? Sziasztok!